nem lehet elkényelmesedni, mert minden héten háború. Tehát most visszafelé számolunk, még van 13 forduló, mindig a következő bajnokra készülünk, és most itt az MTK elleni találkozó a következő ebben a sorban. Szeretnénk ezt is sikeresen abszolválni, és a maraton feleli mérkőzést is, a következőt is, és akkor én azt gondolom, hogy egy kicsit fellélegezhetünk, hogy jól kezdtünk, de nyilván egy bajnokságot mindig nagyon nehéz megnyerni, és gyakorlatilag itt nagyon oda kell figyelni minden mérkőzésre. Azt gondolom, hogy talán visszajelzések is azt mondták, hogy kicsit masszív lett a csapatunk. Gyakorlatilag kiélezett helyzetben is tud jó döntést hozni, ami az előző szezonban, vagy az őszi szezonban nem jellemezte a társaságot. Itt én úgy érzékelem, hogy ott, ha volt egy kritikus helyzet, abban nem mindig tudtunk felállni. Most én úgy gondolom, hogy mentálisan erősebb lett a csapat. Azt gondolom, hogy jól sikerült a felkészülés is, fizikailag is rendben vannak a srácok, és ez egy reménykeltő tavaszi folytatásra adhat indokot vagy okot. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy itthon is megmutathassuk magunkat, hogy milyen munkát végeztünk, és hát várjuk a szurkolókat gyakorlatilag a stadionba. Hát ugye itt a nőnap, ugye Zoltán nap is van, itt felhívták a Facebookon ugye figyelmünket, de inkább a nőnapot tartjuk, úgyhogy a vasárnapi mérkőzés a hölgyeknek, és a hétfői futsal mérkőzésre is ingyenes lesz a belépés. A hétfői futsal mérkőzést 6 órától az M4 televízió élőben fogja közvetíteni, és hogyha a csapat a futsal mérkőzést megnyeri, akkor az alapszakasz bajnokának is tekinthető, az ősi riválissal szemben Berettyúrfával fogunk játszani, hogy tehát mind az MTK ellen, mind a Berettyúr ellen várjuk a szurkolókat, nézőket. És még hát annyit szeretnék elmondani, hogy szurkolói ankéton megfogalmazódott, hogy gyakorlatilag Gyuri segíts, melyik az a nyugati kapu vagy? A nyugati lelátónak a déli kapuja. Akkor így fontos, hogy az kinyitásra kerüljön, tehát vettük az adást, gyakorlatilag ki lesz nyitva a déli kapu is, és így talán gyorsabban lehet megközelíteni a stadiont és a mérkőzés követően elhagyni a sportlétesítményt. Jelen pillanatban az MTK játékát ismerve reális esélyünk van arra, hogy ismét nyerjünk, de óvaintettem a srácokat, hogyha itt a legutolsó mérkőzéseket nézzük a nemzetközi szinten, egy Bayern tud bukni egy Mainz ellen, akkor ha megnézzük a csapatok közti különbséget, akkor valami hasonló, úgyhogy nekünk is nagyon-nagyon oda kell figyelni minden mérkőzésünkre.